úgynevezett élő szigeteket, vagyis beülőkkel ellátott dekoratív zöld felületeket hoznak létre összesen 23 helyszínen a városban. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet a főtéren tartott Kis Attila polgármester, Fúris László és Sőrés István alpolgármesterek, valamint Kis Csaba, a Margaréta kertészet tulajdonosa május 9-én. Elhangzott egy határokon átnyúló pályázat, az úgynevezett Interreg projekt keretein belül valósul meg az a klímatudatos magatartásra ösztönző pályázat, amely a Ready for Heat címet viseli, és partnerként Hajdúböszörmény, illetve a Zöld Kör képviseli Magyarországot, Szlovénia, Ausztria és Németország mellett. A pályázat lényege, hogy a témához kapcsolódó szemléletformálási tevékenységekre, helyi cselekvési tervek és stratégiák kialakítására, valamint fókuszcsoportos műhelymunka megvalósítására is sor kerül. Emellett zöld terület fejlesztés valósul meg a városban, összesen 47 hűsítő közösségi zöld sziget kialakításával. Kis Attila polgármester kiemelte, céljuk, hogy a város közössége számára korszerű és egészséges környezetet hozzanak létre. Így a nevelési oktatási intézményeink, a fürdő, a főtér, a fürdőkert, valamint a külterületeink is megszépülnek a jövőben. Fontos azonban, hogy vigyázzunk is a kihelyezett pergolákra, tette hozzá. A böszörmények mi általában azért a mezőgazdasághoz, vagy a kertészkedéshez, legyen az a haszon növény, vagy a szép növények, virágok, kötődünk. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ez a Ready for Heat nevű Európai Uniós program, ez egy interreges európai program, és 4 ország vesz részt ebben, Magyarországon kívül még 3 ország. Magyarországon belül mi vagyunk Hajdúböszörmény a résztvevő, a Zöld Körrel elsősorban, és ez egy szemléletformáló, tudatformáló program egyébként, tehát a fő csapása ennek a programnak az, hogy hogyan készüljünk, mivel lehet készülni, vagy mire készüljünk egyáltalán a felmelegedés, a klímaváltozás kapcsán. És elsősorban nagyon fontos, hogy ne pánikkeltés, meg ne félrebeszélés, meg mindenféle mennemonda legyen, hanem tudatosan a tudomány, a mai kutatók, mai eredmények alapján készüljünk arra, hogy mi várható, milyen következményei lesznek a felmelegedésnek, vagy vannak, vagy milyen mértékű ez, illetve hogyan tudunk, ha lehet egyáltalán, akkor hogyan lehet, vagy hogyan tudunk védekezni, vagy hogyan tudjuk enyhíteni ennek a körülményét. Gondolok arra, hogy mondjuk nyáron, amikor 40 fok van, 35-40 fok van, melyek azok a tevékenységek, amelyek, vagy azok a dolgok, fejlesztések, apróbb vagy nagyobb fejlesztések, amivel tudunk egy picit javítani ezen az állapoton. Nyilván tudjuk, mi az, erdőbe kell menni, vagy a hegyekbe, vagy a tengerhez kell menni, de mondjuk itt Böszörményben ez nem olyan egyszerű megoldani, meg hát sehol, ahol nem tengerpart, vagy nem erdő szélén élnek az emberek, nem könnyű megoldani, de enyhíteni, picit javítani lehet ezeken a dolgokon, és pontosan ez a lényeg ennek a kis élő szigetnek, amit Kis Csabék a kertészettel együtt megálmodtak, és 23 helyszínen fogunk Hajdúböszörményben kialakítani. Összességében 47 ilyen kis pergola befuttatott növénnyel, befuttatott pergola lesz 23 helyszínen, tehát olyan egy-két pergola lesz egy-egy helyszín, vagy három is egy-két helyen. Olyan helyekre visszük, ahol eleve van valami mozgás. Nyilván a főtér, általános iskolák, középiskolák környéke, óvodák, egészségügyi részek, intézmények, buszmegálló, vasútállomás, fürdő, stb. Tehát olyan területek, ahol eleve van mozgás, vannak emberek, és ami nagyon fontos, hogy tudják ápolni, vagy öntözni, vagy metszeni, vagy egyáltalán felügyelni ezeket a kis szigeteket. És nyilván gondoltunk, Hajdúböszörményben vagyunk, gondoltunk a külterületi részekre, tehát Hajdúvidre, Pródra, illetve Bodaszülőre, ott is olyan helyekre visszük, ahol mozgás van, emberek jönnek, mennek, meg mondjuk gazdája is tud lenni egy ilyen szigetnek. Én
kívánom azt, hogy valóban enyhítsen egy kicsit a várható felmelegedésen a nyári nagy 30-40 fokos kánikulákban, minél többen üljünk, majd üljenek be a város különböző pontjain, ezekbe a kis pergolákba, és amikor olyan hangulat van egy fagyival, egy korsósörrel, vagy bármivel, akár a Hajdú hét, vagy bármilyen rendezvényes, itt is részt tudunk venni ezeken a dolgokon. Én köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a pályázat lebonyolításában, illetve még most folyik ez a pályázat előkészítésben, és hát nyilván kis Csaba barátoméknak a kertészet részéről, hogy ilyen szépre álmodták meg. Annyi kulisszatitkot elárulok, Csabival beszéltem, hogy nem csak szépek és virágzóak lesznek, hanem illata is lesz az egyik-másik növénynek, ezt nyilván aki kertészkedik, az nem lepődik meg. Tehát úgy választották össze, hogy ne csak szép legyen, nagyon fontos, hanem ha leülünk ide, gyönyörű illatok is legyenek, lila, akác, nem is tudom milyen, jázmin, köszönöm szépen, tehát olyan növényekkel, amelyek nem csak szépek lesznek, hanem nagyon jó illatúak is lesznek. Én arra kérek mindenkit, hogy jó egészséggel, jó hangulatban használja, és lehetőség szerint úgy használjuk, ahogy kell, amire valók, és ne a kártételre és ne a károkozásra használjuk ezeket a szép helyeket. Fúris László alpolgármester a tájékoztatón kiemelte, a pergolák kialakítása kiemelt jelentőségű. Nem csupán a leginkább veszélyeztetett korcsoportok, így a gyermekek és az idősek számára, hanem szemléletformáló ereje miatt mindannyiunk számára is. Sűrés István alpolgármester a belváros képviselőjeként köszönetét fejezte ki az önkormányzat számára, hogy az itt élők még komfortosabban tölthetik mindennapjaikat a kialakított zöld szigetekkel. A tájékoztató további részében Kis Csaba kertészmérnök, a Margarita kertészet tulajdonosa a pergolák körül létrejövő növényszigetekről szólt. Ami legfontosabb szempont volt az, hogy ugye a környezetnek hűtése meglegyen. Tehát ez természetes úton meg nagyon jól tudjuk, hogy az árnyékkal, a növények árnyékával, legyen az fák, díszserjék vagy bármi, azzal tudjuk legjobban megtenni ezt. Annak idején, amikor Molnár Andival leírtunk az egészről beszélni, akkor a kezembe adott egy képet, ahonnan úgy neki megtetszett ez az egésznek a ötlete, szedjük ezt így is, és akkor arra a kis fekete-fehér képről lejött az, hogy a háttérben nagyon szép lombos fák vannak, a maga a pergolára a növények vannak felfuttatva, és a környezetük meg szintén dús és buja. Tehát, hogyha ezt a képet magunk elé képzeljük, akkor körülbelül ezt szeretnénk kialakítani ezeknél a szigeteknél is. Itt a mai napon milyen növényeket láthatunk, illetve ti hogyan is ültettitek itt ezt, tehát Hajdúböszörményben? Nos, hát ezeknek a növényeknek a kiválasztása az mindenféleképpen szempont az, hogy ez itt egy nagyon meleg környezet, és a legjobban ideillő növényeket próbáljuk kiválasztani. Fákba gondoltok, mint a pannonkőrisre, ami gyakorlatilag ugye őshonos ezen a részen, jó bírja a szárazságot, viszonylag gyorsan nő, tud árnyékot biztosítani. Tehát ezek lesznek elhelyezve egy-egy egységnél két ilyen nagy fa, ami alapból egy ilyen 15-20 méter magasságig képes nőni, tehát bőségesen tud árnyékot adni ezeknek a szigeteknek. A szigetek környezetében apácarácsokra ugye futónövények fognak majd felfutni. Ezek ugye alapból az elsőben gyökeresedni fognak, és nagy eredményt nem tudnak mutatni, és ezért lett kiválasztva mellé egy nyári futónövény, az pedig a tűzbab. Az a szlovén partnernek az ötlete jött, hogy ezt ők már ezt kipróbálták, és próbáljuk meg mi is ezt ide beültetni. Megkezdődött a babnak a nevelése, hát most egy olyan 15-20 centis állapotban van, bízunk benne, hogy a következő hónapban már mindegyik a helyén lesz. És ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy már nyáron ezeket a pergolákat ők már befutják. Alatta fognak elindulni a cserjék, illetve a futó növények, ezek közül lilaakász lesz, japánlonc lesz, vadszőlő lesz, amik gyakorlatilag gyökeresedés után fognak majd lőni egy nagyot, akkor már a babra nem lesz szükség. Ezen kívül, hogyha jól tudom, az előtérbe is terveztetek azért növényeket. Igen, az előtérnek a színesítését próbáljuk évelővirágokkal feldobni, azok között lesznek ugye örökzöldek is, amit élen mutatnak, illetve az év közben, tehát itt a május végétől folyamatosan a fajokig fogunk mindig virágozni valamit.